Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterhelyettes asszony! A Nemzeti Múzeumban megtekinthető nemzetközi sajtófotó kiállítás keretében a legnagyobb megdöbbenésemre LMBTQ propaganda folyik, miközben a gyermekvédelmi törvény elvileg tiltja az ilyesmit. Nem tévedés, Magyarország első számú múzeumában az odalátogatók szembesülhetnek azzal, hogy a 2022-es év legfontosabb történése, idézem, az LMBTQ plusz kisebbség elleni erőszak. Igen, a kiállítás szerint valóban ez a legnagyobb probléma a világban, és ezt hirdeti így a Nemzeti Múzeum is. De nem csak itt találkozhatunk ezzel a témával a kiállításon, hiszen egész képsorozatot szentelnek egy, ismételten idézem, meleg idős otthonban megvalósult tehetségkutató és szépségverseny bemutatásának, aminek a megtekintéséhez persze gyomor is kell a jó ízlésű emberek részéről, akik gyanútlanul figyelhetik, ahogy tűsarkút és női ruhát öltött férfiak éppen rúzsozzák magukat, készülve a nagy eseményre. A kiállításról a múzeum honlapján pedig mindössze annyi szerepel, hogy 14 éven aluliak számára felnőtt felügyelete mellett ajánlott, ami persze nem emiatt a téma miatt van, hanem például a szervkereskedelmet vagy a háborút bemutató képsorozatok miatt. Tehát senkinek még csak nem is kötelező a felnőtt kísérő, a 14-18-as korosztályra még csak ez a nagyon enyhe korlátozást sem írják felháborító módon. Tisztelt miniszterhelyettes asszony, önök szerint nem probléma, hogy LMBTQ propaganda folyik az egyébként is obszcén verseiről elhíresült korábbi fideszes államtitkár L. Simon László vezetésével a Nemzeti Múzeumban? Önök szerint ez az az értékrend, amit ennek az intézménynek közvetítenie kell? Fellépnek-e mindez ellen, vagy csak szavakban hirdetik a magyar fiatalok gondolkodásának a normalitás irányába terelését? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, Búlódóra, alelnök asszony. A választatásán megadom a szót Vitályos Eszter államtitkár asszonynak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszony. Én szeretném mindjárt leszögezni, hogy egyrészt határozottan visszautasítom azt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban bármilyen fajta LMBTQ propaganda folyna, és szeretném azt is visszautasítani, amilyen becsmérlő szavakkal ön illette L. Simon László főigazgató urat. A WordPress fotók kiállítás Magyarországon és a világban is az egyik legrangosabb és legnagyobb fotókiállítás, melyet a világon mindenhol, minden országban hatalmas érdeklődés kísér. Ez egy objektív híradás a világban történtekről, így tartva a tükröt a társadalom elé, és bemutatva, hogy mi történik a nagyvilágban. Hangsúlyoznám, hogy dokumentarista, és nem propaganda célú, ahogyan ön állítja. Nincs, és soha nem is lesz LMBTQ propaganda a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ez egy befogadott kiállítás, a Magyar Nemzeti Múzeum nem szólhat bele, és nem is szól bele a szerződés szerint, hogy milyen képek kerüljenek a kiállításba. A képeket egy nemzetközi zsűri válogatja, és egy külföldi kurátor véglegesíti. Mindazonáltal egyetértek önnel, hogy a kiállítás néhány fotója felvetheti a gyermekvédelemmel kapcsolatos szabályozások sérelmét, mely szerint tilos 18 éven aluliak számára elérhetővé tenni olyan tartalmat, amely homoszexualitás születési nemtől eltérést jelenít meg. Erre tekintettel az intézményt fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium vizsgálatot rendelt el, és amennyiben beigazolódik a szabályozás sérelme, haladéktalanul felhívjuk a Magyar Nemzeti Múzeum vezetését, hogy a kiállítás bemutatása során biztosítsa a gyermekvédelmi és a családok védelméről szóló törvények rendelkezéseinek betartását. Képviselőasszony is pontosan tudja, hogy a kormány elkötelezett harcosa a gyermekvédelemnek, ahogyan eddig is, ezután is tartjuk magunkat ahhoz, hogy az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén. Köszönöm szépen!